Vadvízi Kalandok című sorozat nézői már megszokhatták, hogy folyamatosan keresem a számomra ismeretlen, természetes nagy vízterületeket Magyarországon és külföldön egyaránt. Most a Bodrog folyón fogok horgászni. Hát a horgász helyet sem könnyű megközelíteni, ezen a nyaktörő szűk ösvényen kellene valahogy lemásznom, lejutnom a folyóhoz, ami nincs messze tőlem, mindössze talán 20 méterre, de itt a szintkülönbség minimum 10 méter. Hát remélem, hogy nem fogok nagyot esni. Hoppá! Hú, rengeteg a szúnyog is ráadásul. Hát aki vadvízi horgászatra adja a fejét, az készüljön fel arra, hogy nem kibetolozott partszakasz fogja várni. De talán majd a halak kárpótolnak. Itt van hát a horgászhely. A Bodrognak eme nehezen megközelíthető szakaszán. Csodálatos, szép, nyugodt a folyó. Hú, nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy mit rejteget. Senkit sem szeretnék azzal állítani, hogy itt az áltéri erdőben bandukolva találtam erre a helyre. A vadvízi horgászatok során talán sokkal fontosabb a helyválasztás kérdése, mint bárhol máshol. Ezt a horgászhelyet Gerő András horgászbarátom segítségével találtuk meg, aki kiváló ismerője a Bodrog folyónak. Andrásra egyébként már volt sikeres horgászatunk, amely a Sárospatak mellett található Berekholtágon volt. Ott nagyon szép pontyokat fogtunk. András, köszönöm még egyszer a segítségedet, üdvözöllek. Üdvözöllek én. És kérlek a nézőknek, mutassuk be a helyszínt, mutassuk be egy kicsit a magát, a Bodrog folyót. A Bodrog azon kevés folyók közé tartozik, amelyeknek nincs forrása. Egészen pontosan az azt jelenti, hogy Szlovákiában van a vízgyűjtő területe, ami több mint 11 000 négyzetkilométert jelent. Ezen belül 5 folyó táplálja, ami egészen pontosan Zemplén településen egyesül, és onnantól kezdve kapja meg a folyó a Bodrog nevet. Tehát 15 kilométer folyamkilométer található Szlovákiában, és az országba belépve 65 kilométer hosszú, és ugye egészen Tokajig, Tokajnál ömlik bele a Tiszába. Ez a folyó rendkívül rapszódikus. Sajnos, ha kap egy kis esőt, mint ahogy most is, akkor egy-két napon belül képes bezavarosodni. Ebből adódóan nagyon nehéz meghorgászni, kevés olyan lehetőséget ad, ami horgászható, illetve halfogásra alkalmas. Mi történik, hogyha a folyó bezavarosodik, illetve például most ez az esőzés mennyire befolyásolhatja a mi horgászatunkat? Tehát ha most itt leesik, akkor akár egy-két nap múlva annyira bezavarosodhat, hogy esélytelenné válik a halfogás? Így van, mivel ugye két park közti távolság, meg a mederviszonyok is, ugye nem túl mély folyóról beszélünk, nem olyan, mint a Tisza.
Egy kevés esőtől is bezavarosodik a víz, illetve 30-40 cm-t áradhat egy-két napon belül. Két nap ezelőtt beszéltünk, és akkor mondtad nekem azt, hogy most érdemes a Bodrog folyóra lejönni és horgászni. Akkor még ugye nem láttuk, nem tudtuk azt, hogy ezek a hirtelen jött felhőszakadások ilyen hatása lehetnek a folyó vízszintjére, illetve színére. Jelen esetben mire van esélyem? Mi alatt foghatok szerinted? Jelen esetben a nagy nullára. Köszönöm szépen. Igen, tehát minden van bizony. Ez a biztos. Egyébként meg, hogyha egy kicsit is jósul a dolog, akkor szép jászkeszegek, dévérkeszegek, karikakeszegek, és mint minden vegyes keszeg mellett akár megjelenhet a ponty, kisebb, nagyobb méretekben, illetve az amúr, ami még jelentős állománnyal bír a folyóban. És gondolom ez inkább a nyári időszakban, tehát most, amikor ugye szerencsét próbálunk, ekkor jellemző a fogását tekintve. Így van. A horgászhely elfoglalása után javasoltad, hogy mindenképpen etessek be. Ugye szemes terménnyel történt, kukoricával. Azonban én folyóvízzel még soha nem etettem oly módon, mint ahogy javasoltad, hogy csúzlival lőjem be. Nekem ez egy kicsit olyan szétszórtnak tűnik. Mégis miért vált itt be, és miért célszerű így módon etetni? Itt ezen a helyen én azt tapasztaltam, hogy a koncentrált etetéssel nehezebb a halakat beállítani, vagy nehezebb a halak útvonalát, járás útvonalát megtalálni, és ott tartani az etetésem. Most nyilván itt a csúzlival történő etetés egy olyan 20 méter, 25 méter távolságban történik, és a meder folyása, vagy a mélysége, ugye a két partszélen két plató, sekélye plató övezi mind a két oldalt, és középen van egy mélyebb rész, ami ilyen 4-4,5 méteres vizet jelent. Most a halak nagy többsége ebbe vándorol, és nagyobb mennyiségű szétterített kukoricával, ami jelen esetben 3-4 négyzetméter körül lehet, hamarabb le lehet venni a táplálkozásra, és ott tartani addig a rövid ideig, amíg útjába esik a kukorica. Tehát ebből az eretési stratégiából egyértelműen látszik, hogy itt nem hizlalni kell a halakat, hanem meglassítani őket, és lehetőleg minél többet horogra csalni és megfogni. Ugye azt is mondtad, hogy jó tanácsként, hogyha sikerül fognom egy-két jobb halat, akkor célszerű újabb 3-4 csúzdival rálőni, és ismét ugye a halak figyelmét felkelteni. Így van. Gábor, ismerem a elszántságodat, tudom, hogy addig maradsz, ameddig egy-két szebb halat nem fogsz ki a vízből. Sajnos én most nem tudok veletek horgászni más egyéb elfoglaltságom miatt, meg hát emígy is esik az eső, úgyhogy én azt kívánom, hogy görbüljön, és sok sikert! Köszönöm szépen, András! Erdőkosárnak a végét eretőanyaggal lezárom, majd ebbe néhány szem tejsavas erjesztésű kukoricát töltök. Majd ezt egy újabb eretőanyaggal szépen lezárom. A vadponty eretőanyag sajátossága, amelyet most éppen a kosárba töltök, hogy bármilyen erősen, bármilyen tömören töltöm, akkor is maximum 4 órán belül kioldódik. Félelmetesen sötét van. Csillagok is alig látszódnak a borult ég miatt. Semmi világítás, támpontot is nagyon nehéz megtalálni. Vártam rá, de lám az éjszaka leple alatt megérkezett az első hal. Szinte biztos veszem, hogy ponty lesz. Nagyon vehemes, nagyon erős
rugásokkal próbál menekülni. Biztos, hogy nem egy kapitális hal, de végre ponty. Íme a bodrogból fogott első szép pontjom. Szeretném tudni az első bodrogi pontjom pontos súlyát, ezért precízen méreget letárázva megmérem a macskát. Első pontyom pontos súlya 5 kg 6 dega. Viszlát gyönyörűségem! Éjszaka 1:45 van, mások ilyenkor a legíresebb álmukat alusszák, én pedig etetem a pontyokat. András javaslatára a kifogott hal után rálövök 3 csúszival. Hát nem egyszerű víztület a Bodrog folyó, az egyszer biztos. Túl vagyok az első éjszakai horgászatomon, amely során egy darab halat tudtam fogni. Mindösszesen egyet, azonban ez egy nagyon szép tőponty volt. Amire különösen büszke vagyok, hogy a tegnap délutáni 17 órás kezdéstől számítva alig telt el 8 óra, és megfogtam életem első pontját ebből a csodálatos vízből. Mielőtt bárki azt hinné, hogy azóta itt őrzöm a botokat, és tulajdonképpen várom az újabb nagy halat, hát ez egyáltalán nem így van. Folyamatosan próbálkozok, kísérletezek, többfajta csalit kipróbáltam már, különböző ízesítésű kukoricákkal kezdtem, folytattam ezt pelet csalikkal, de igazából érdemi kapást nem tudtam elérni. Egyetlen egy módon tudok kapást kicsikarni, hogyha fűzött csali helyett horogra tűzött csalit teszek föl, és ennek a mérete nem túlságosan nagy. Na ettől kezdve némi túlzással teljesen mindegy, hogy mikről a horogra, azt azonnal elkezdik csipegetni a keszegek. Az a probléma, hogy ezek döntő többsége nem nagyobb, mint tenyeres. Főként karikakeszegek és kis jászkeszegek azok, amelyek a kis, könnyen főzhethető csalikat bántják. Az én célhalaim azonban most nem ezek, mindenképpen szeretnék nagyobb méretű halakat fogni, és ezért mindent meg is teszek. Van egy olyan gyanúm, hogy ez a nappali órákban nem lesz könnyű feladat, ugyanis a halak rendkívül érzékenyek, óvatosak, a folyó kiszámíthatatlan, és számomra még mindig ismeretlen. A dolgomat tovább nehezíti, hogy balról és jobbról is vannak szomszédok, akik nagyon jól ismerik a folyót, folyamatosan etetnek, a baloldali szomszédnak a zsinórjai látszódik is, nyilván ezzel is csökkentve a halfogás esélyeit. Szomszédaim már pirkadatkor itt voltak, azóta is intenzíven folyamatosan horgásznak, azonban néhány keszegen kívül mást ők sem tudtak fogni. Hosszú még a nap, nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy vajon mit tartogat még számomra.
legújabb jellegzetes bodrogi hal, jászkeszeg, nem éppen a kapitálisak közül való, de nem okozott neki gondot a két szem kukléca felvétele, horog tökéletesen akadt az alsó szája szélébe. A sodrás sajnos felerősödött, ennek megfelelően a zárt kosarat egy trükkös megoldással kellett ellátni, hogy garantáltan a mederfenéken lehessen tartani. Egy folyóvízi horgászatok során már bevált mankókarral láttam el, amelynek köszönhetően a mederfenéken egyébként ez így fog majd elhelyezkedni. Ennek köszönhetően sokkal nehezebben tud elcsúszni, elmozdulni, ami rendkívül fontos a nagyhalas horgászatok során, hiszen a kioldódó etetőanyag és az abban található szemes termények nagyon fontos, hogy pont ott lesznek, ahol a felcsúszott horog is. Már is megmutatom, hogy miként kerül az bevetésre. A 6-os méretű horog hajszál előkéjére 2 szem Fermentix tejsavas kukoricát fűzök, egy szivas darabba kikönnyítve. Kosárba elsőként Fermentix teljesavas betegnyos etetőanyag kerül, ezzel fogom lezárni a kosár alsó részét, majd a vendéglátóm által készített fűszeres kukoricából és kevéske Fermentix teljesavas kukoricából rakok bele. Így, majd újabb adag etetőanyaggal ezt lezárom. Így néz ki a bevetésre váró nagyhalas folyóvízi végszerelék. Ez a több mint 160 g ösztömegű végszerelék, mint egy fél tégla csapódik a vízbe. A Big River pelletfégyereknek ez nem okoz gondot, az ilyen nagy súlyú végszerelékek bevetése, hiszen akár 300 g ösztömegű kosár bevetésre is képesek. Úgy hiszem, hogy nincs az az ember, aki 2-3 napot non-stop alvás nélkül kibír, főleg amikor ilyen hirtelen lehűlt, kellemetlen csípős hideg idő van, mindazok ellenére, hogy nyár van. Azonban én úgy oldom ezt meg, hogy az éjszaka folyamán érkező esetleges kapásokat is gond nélkül meg tudjam fogni, hogy a nyeletőfék be van kapcsolva. A nyeletőfék hangjára, mivel rendkívül éberen alszom, ha esetleg el is bóbiskoltam, azonnal felébredek. Várom a kapást. Meg se tudom tippelni a halnak a súlyát. Bízom benne, hogy nem akármekkora. Azt a mindenit, ez nem is ponty. Egy termetes amúr. Tudjuk, hogy az amúr az utolsó, aki küzd, és a part előtt partot megérezve hirtelen gyorsan visszatör. Ilyenkor szokta a horgászt megtépni, vagy a horgot a szájából kirázni. Nagyon óvatosan próbálom fárasztani, de mindenképpen szeretném mielőbb megszákolni. Megvan.
Hú, micsoda súlya van. Az utolsó pillanatban szinte könnyedén ki lehetett akasztani, kifordult a hal szájából horog, de meg lesz, az a lényeg. Csupa izom! Igazi vadvízi torpedó! Hihetetlen boldog vagyok, hogy ebből a vad, rapszódikus vízből ekkora szép nagy halat ki tudtam varázsolni. Hát ugye azt mondta András barátom, hogy a nyári időszak jellegzetes hala az amúr, és a szerencsém van, akár még foghatok is belőle. És íme itt van. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyi a pontos súly ennek a szép halnak. Tizenkettőkülő 12 deka az amúr pontos súlya. Hát nem véletlen volt ez ilyen nehéz. Vadvízi horgászatok nem kevés türelmet és elszántságot igényelnek. Akkor, amikor az ember már azt hinné, hogy az aznapi horgászat kudarcba fullad, lába kitartó horgászat mégis meghozza gyümölcsét. Ez a hal még éjfél előtt érkezett, előbb, mint a tegnap éjszaka első és egyben egyetlen hala. Újfent etetek, bízva abban, hogy lesz még az éjszaka folyamán egy újabb jelentkező. Kicsit fáradtam, de annál nagyobb örömmel és megelégedéssel összegzem az elmúlt két nap Bodrog folyón szerzett tapasztalataimat. Egyértelműen látszódik az, hogy a nappali órákban most jelen körülmények közepette kizárólag keszegféléket lehet csak horogra keríteni. Ezek sem voltak túlságosan nagyok, viszont az éjszaka, amikor beköszönt, teljesen más időszámítás kezdődik. Ezek a kis testű halak, ezek a fehér halak eltűnnek, és a helyükbe lépnek a termetes nagy testű halak. Viszont ezek is rendkívül kis számban, hiszen az elmúlt két éjszakán, amikor horogra kerítettem ezeket a termetes halakat, egy szép pontyot és egy mondhatni kapitális méretű amúrt, azon az egy-egy kapáson kívül több már nem alakult ki. No, de lefeledkezzünk meg arról, hogy ez egy rapszódikus, kiszámíthatatlan folyóvíz, egy olyan természetes víztölet, ahol két nap alatt két nemes hal kifogása igenis jó eredménynek számít. Nagyon örülök annak, hogy az eredeti célkitűzést sikerült teljesíteni, mely szerint a Bodrog folyó termetes halai közül is sikerült néhányat horogra keríteni.